Hogy lehet ezt kinyitni, ezt a szart ragadni? Mi a faszomra kell? Lehet, nem lehet ezt kinyerni. Aha. Wow. Halljátok, geci? Ez úgy vált, hogy vált a földön van. Hát ez nagyon bomba. Na, az új gépem. Ekkora kerékmétre szeretnék berakni. Megnézzük, hogy a magyarát teszi alatt azért nagyjából. Hú, gyerek. Nem tudok magammal. Aha, hát a hengerfejhez mozog a blokkon. Kipufogó az. Igen, együtt mozog a világgal. Nagyon jó gép. Ezzel tudod, úgy fogok driftelni, mint a kurva élet. Most 200 000-t megért, nem? Ja, most jöttem 200 000-re, vagy hát nem most, már ide itt van. Rendszámos. Ja, meg futom, izé, kormányműves. Tudom már. De... Ez BMW amúgy. De belerakjuk. Van benne kormány is, csak nem tudom mit forgatok. Mert ez már beállítottuk a kormányszöget, pedig. Nagyon komoly. Futóm nagyon rendben van amúgy. Egyébként tárgyuk emelni. Azt lesz, hogy nem. Hát nem nagyon. De úgy egész rendben van. Már ki van szélesítve, látjátok? Mert rá nagy felni. Így van. Na hát ez lesz, igen. Ez lesz. Apropó nagy felni, majd ide bevágok ki képet. Na, az lesz rajta. Úgyhogy... Projekt autó. Az a jelkén már nem volt hely sok gép már, úgyhogy ja. De szevasztok, srácok. Amúgy itt van ez a Astra, egy ismerősömnek csináltuk, igazából egy hibát elhárítottunk, és nem tudom mutatni, mert Bence szereli, majd utána megmutatom, hogy hát a kuplunggal vannak bajok, valószínűleg az alsó mechanikus kuplung tud műment tönkre, munkaengem ment tönkre, az viszont az egész motor ki kell venni, meg a váltós dolgokat is, aztán ez úgy elég szapós. Kicseréltünk itt egy tömítést, ami miatt megszűnt az olajfolyás fönt, illetve működött egy kicsit a kuplunk, de alul ugyanúgy folyik. Igen. Úgyhogy megint üres a tartály. Utána visszarakjuk ezt a haksitárcát, kicsit azért kitakarítjuk, hogy azért szálljon benne. Aztán ja. De takarítanánk, hogy le is mossuk, mi? Hát persze. Yes. Szóval, döbbött bogaraktól kezdve minden van benne. Próba leesik be az agyvérzésbe. Szóval nem leesett megint bal. Szóval a mai videónak a tárgya ez lesz egyébként, vagy egy darabig. Sajnos ez kudarcoment terv. Hát egyébként fűtő ilyenek, tök jó állapotban van. A rendszám belászott, mert ezt kicsit ki kell vágnod. Ne vegyetek G-Astrát. Tipikus. Mert szar. De tényleg ne vegyetek meg. Csak akkor, ha nagyon muszáj. Please. Aha, már elényültem. Igen, most nem mindegy, mindjárt jövök. Főleg az egynégyes, többek között, illetve mindegyik G-Astrával is. Ha csak nem OPC, már akkor azt vegyétek fel, mert az kurva jó. Csak nem így, mert ez most itt van szarúban, de most vegyétek.
Azt meghúztad. Na, partikál vagy. Így, majdnem leesett. Hát sajnos... Nem jött össze az a dolog, hogy megműködjünk. Nem nagyon örülöm, de... Igazából... Sejthető volt. Húzd el ezeket a kábelet. Plusz, ugye? Igen. Jó van, na. És fogó van nálunk, úgyhogy csak ezzel tudjuk. Tökre szakszerűek vagyunk Bencével. Csak az, aki. Nincsen olyan kulcsunk? Ja, van, csak nincs idekint. Szület, biztos, hogy van, csak nem idekint aztán. Mondjuk ezt mondom, nem is olyan volt meghúzva soha, de... Jó. Vizet. Hát közben felön csak visszafagyálóval. Mert ugye azért víz az legyen benne. Hát ez most jó lesz, Bence. Na? Menni fog főni? Na, a biztosíték rendszer. Nyugi. Azért tapasztalat. Az évek meg a rutin. A rutin benne van. Szóval azért szopás közben magyarázom, hogy Mizu, erről leszedni a váltót nem nagyon van hely. Vagy hát a völcsőt leszedni, meg teljesen mindent. Hát látjátok, hogy ez nem volt a helyén, akkor láttuk a váltót konkrétan, úgyhogy ja, elég szopó. Az viszont nagyon költséges egy ilyen autón kuplungozni. Úgyhogy ja. Sajnos szerintem majd a tulajt felhívjuk, nem biztos, hogy meg lesz csinálva. Úgyhogy lehet eladó. Ez is ízlésesen le van dugózva. Na szóval kezdve felöntöttük a kis hűtőfolyadékot is. Azt látható. Amúgy még van benne bőven, úgyhogy töltsd el majd arra. Arra fogantyúja, ott van még egy csomó. Ezt a szakszerűséget, amit Bencét leművel. Jó, hát ő. Csavar vissza rá ízét. Hát. Jó. Az így lett. Viktornak a körlámpás, amit láthatjátok. Ez egy teljesen másik projekt. Igen. Az előző videóban talán láthatatok róla egy részletet, ugye? Volt vele egy részlet, amiben hogy, hát nem tudom mi volt, mert nem is néztem meg egyébként. Szóval a Bence ezt elmondja, hogy abban is mi történt. Ez mi van itt? Ott van. Na szóval, a változások történtek az autóval, ahol ezt mindjárt részletesebben nem mutatjuk, majd Bence megkérdezik, hogy mi történt. Ez ilyen nagyon frédibén is autó lett, mert amit látjátok, ide lehet beülni. Szóval egész gyorsan be lehet ülni. Na, ezt újra kezdjük. Jó? Jó.
Na most, hogy visszaemlékeztem, egyébként emlékszek, hogy mi történt abban a videóban, amiben az előzőben, hát kilettük az üléseket, a teátéseket, hát azóta már azért kicsit több minden történt, amit mutasd Bence, légy szíves, hogy mi történt. Hát kiszedtük el egyrészt ugye az egész belét, ki lett heggeszve, ki lett gittelve, ki lett alvázvédő, nem faszom alvázni, de fannak a faszát, hülyeséget mondok. Ki lett ugye festve azért, hogy így nézzen ki valahogy. Szóval ja, nem voltam mindig itt, nézzétek el, lett a fél az ajtók, ezt nyilván látjátok. Aztán azt, hogy lehet az ajtó, az nagyon komoly dolog. Igen, nem volt egyszerű, kellett hozzá minden is. Ha aztán folytatva, ha megnézzük, akkor lett rajta egy küszöb, igazából. Úgyhogy ez a halakta van. Itt azért van az jó, mert ugye a szélesítés, nyilván aki benne van, azt tudja, hogy erről van szó. Ugye, az még nincs kész. Kivágjuk. Szóval pedig folytatva itt át, ugye megnézitek, itt is lettek ilyen kisebb hengesztések. Főleg a másik oldalt amúgy, inkább azt mutasd meg szerintem. Aztán, ahol látjátok ezeket a javításokat, a forpadásokat tettek kiszedve, meg ilyenek, egyebek. Itt is ugye ez oldalt még talán, hogyha akarom mutatni, akkor ott is van. Minden lakázatot ilyen. Aztán, ha jövünk egy kicsit erre, akkor néha itt is látszik, hogy itt is megyünk, hát valamikor úgy küszöbnek mondott küszöb, hogy ki lehet ugye javítva. Mesterünk, ha csak mondom. Még annyi lesz, elmondom a következőket amúgy, ki lesz véve. Ha szóval ki lesz szedve, hogy a műszert van, előre látnak valószínűleg az egész. Aztán még itt az elejében lesz a munkát, és aki nem látta az elejében a motor, ugye, itt is más dolog lesz. Ugye, mit nem mondjak, hogyha akarjátok, akkor itt az eredeti színe, ami a színű lesz, itt van. Itt. Nem ez, hanem ez. Ez túl világos, ugye? És ugye ez a szín lesz. Szóval, igen. Mindegy, nem fogsz arra. De mindegy, teljesen mindegy, majd meglátjátok úgyis. Hát mit mondjak még róla, Bence? Mit gondolsz? Mit nem mondtam még róla? Az alját? Talán? Akár. Tehát nézzük az alját. Esetleg lesz a tudányunk. Na srácok, akkor az van, hogy rövid diffi lesz benne, nem ez, tehát ez még a gyári. És heggesztet lesz benne, szóval úgy fog menni keresztbe, mint anyámnak a segge. Durván. És még itt van itt egy kis ajándék is, meg egy kis fűzás. Hú, a szemembe esett minden. Na igen, nézzük amúgy a két oldalt, ami a vifa volt. Még nincs kész teljesen amúgy, talán itt még, hát itt még látszik is amúgy, hogy nincs kész. Meg ezt a másik oldalt is látható, na itt már azért jobb a helyzet, itt jobban meg van csinálva, de még... Szóval a következő lépés az autóval, hogy még amik vannak, azokat ki kell gittelni. Még ahol kell javítani, ahol maga a hegesztőben szintbe kell hozni a dolgokat. Ő ki lesz gittelve, aztán meg lesz véve a VFT-es ívek, szélesítések, mindenhova. Aztán azokat ki kell vágni, akkor utána mehet a csiszolás, alapozás, utána megy a fényezés, utána megy szépen tovább a projekt. És akkor ez mind videóra lesz véve, ugye? Mi? Ez mind videózva lesz, ugye? Lesz videózva, nem? Videó lesz? Lesz-e videó? Kérdezik sokan. Hogy nem lenne, mindenről lesz videó. Persze. Ki kell válni. Úgy, mint ezekről van, tudjátok? Kurva sokat videóztunk. Ja. Szóval így működik, csak meg megy a videózás, csak így, de csak ritkán. Tehát értitek? Ritkán. Inkább a dolgozás megy, ja. És akközben a kettőt nem lehet egyszerre. Hát lehet, ha több ember van, de... Na mindegy. Na mindegy. Na mindegy, amúgy... Alakul. Dupla V-vel karburátort egyébként. Ide képzeljétek el, hogy itt van bent a motor, brüm meg, züm meg, durok, csattog, minden, ja, lámból, minden... IFA motor lesz benne. Így van, kizárólag. Hát kicsit ki kell nyújtani a kasszit, de jó, megoldjuk. Megoldjuk. A flex, a barátok... Mindjárt mutatjuk, hogy milyen motor lesz benne. Na mindjárt mutatjuk. Na várjunk. Megvan az is. Megvan az is. Megyünk és mutatjuk. Gyerekek. Lyukérzék. Ez kurva jó volt a lyukérzék, ha? Te az első találkozó. Három gyerekesség, nem? Na és itt van világosság? Hát azért csukunk egy kis... Csukunk egy kis lámpát. Ez a motor lesz a gépben. Azt a kurveget. Na megvan a motor is. Itt van. Ja, amúgy én erre gondoltam. Ez miért nem jó?
Az is jó, de ez komolyabb azért. Tehát... Azért négy henger. Csak kicsit... kicsit nagyobb a hengerek száma, mint amúgy. Na, hát odáé, de... Ez nagyon komoly gép. Indul. Hey. Ugye beindítsa bent a kompresszor benne a légtermelését. Hát ez hajtsa meg létszíves a főtengelyt, mert azért az, hogy meghajtod, akkor azért úgy... Nem próbálkozunk ilyenekkel. Ja. Itt az én gépem amúgy. Motor is van benne. Mi motorja? Ez az övé vagy? Ja, igen, az övé. Ez a régi motorja amúgy. Ja, hát ez most szét lesz kapva. Többit az meg szakmai titok. Így van. Hát most nagyon nem látszik a karbi meg ilyenek, mert amúgy ott be van takarva, de hát így látszódott úgy, hogy hát igen, itt van amúgy a karbi is rajta van minden, úgyhogy gyújtás minden rajta van egybe, úgyhogy fasza. Ja. De amúgy működőképes blokk, szóval nagyon sok minden nem... És ezzel öcsön. Valakit érdekel esetleg, akkor ott van egy ilyen H36-ös is eladó. Első, hátsó, ilyet is. Itt egy váltó, mondom ez... Ez övé volt, nem? De ebből a normálisabb állapotot rakjátok bele, nem? Egyet sem. Mert ez 5 gangos, vagy hanyas? 4. Na, az 5 gangosot rakjátok, nem? Nem. 4-eset? Nem is ez lesz benne. Milyen váltó lesz benne most, tényleg, hogy most vagy itt tartunk? Nem tudom, hát attól függ majd, hogy lesz. Ja, jó. Jó kis tolóz, ilyen. Ja. R4, igaz-e? Na, az is jó van. Hűtője, hát elég kicsi, de... A gyári dolgokhoz elég van egyébként, de most, na mindegy. De amúgy, amit hozok hűtő, az amúgy szerintem lehet jól lenne bele. Mert az amúgy, hát ez... Kettes golfi cittek bele, mint kárhut a tizedet. Hát ez kicsit nagyobb, mint a kettes golfi, mert kb. Ekkora. Ez is oké. Jó, hát belefér, beleergesszük. Hát még megvannak a gépek, mindegyik. Feszítenek itt bent amúgy. Nagyon jó. Hát itt az IFA mellett egy kicsit azért. Itt a BMW. Itt a BMW. Nézzétek meg, a kormány a legjobb most, mert nincs benne. Jól csukódik, jó a kongása, és itt a gép. Amíg mindig nincs elkezdve. Én előbb. Wow. Na jó, hát majd akkor még, hogyha lesz értelmes kontakt, akkor találkozunk. Tudja. Sziasztok, még egyszer, üdvözlök még egyszer mindenkit a videóba. Hát ez a videó végét jelenti, ha idejét megnéztem, akkor nagyon jó vagy egyébként. Nem tudom, hogy bírtátok ki ezt a sok fűt egyszerre. Úgyhogy, ja, ez a szabada, készül ezerre. Itt tényleg a legkevesebbet kint szerintem, úgyhogy nem rajtam fog ez volni. De Bence erőkkel küzd és csinálja, és így ott van rajta a dolgok. Igen. Úgyhogy igen, faszom. Úgyhogy le kell hozni, ki van a faszkod. Hát nem úgy, ez kváki. Szóval, srácok, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok rá. Aztán lassan lehet, hogy lesz csatlakozásban is. Ja. Lesz. Igen. Meg, hát ez is lassan kész lesz jövőre. Tényleg múlva. De egyébként kész lesz, meg van, és működik. Tehát ami van, az már megvan. Úgyhogy ez már biztos, hogy egyszer meg lesz. Érted? Ugye ott van a többi projekt is, meg ott van a BMW is, szóval nyáron azért jobb időben márciustól lehet, hogy lesznek videók, úgyhogy számítunk rá, hogy lesz videó. Úgyhogy ja, még egyszer köszönjük a figyelmet, ha tetszett, iratkozz fel, lájkolj, de szevasztok!